Hafner Zoltánnak, a Kertész Imre Intézet kutatási igazgatójának nagyon szépen köszönöm, hogy fogadott itt engem az intézet igazán impozáns épületében. Már réges-régen jártam volna itt, hogyha az ismert események az elmúlt több mint egy évben nem akadályoznak meg benne. Igazán nagyon szép és méltó témáról fogunk beszélgetni, illetőleg személyről, Pilinszky Jánosról. Ami most érzem igazán nem is olyan egyszerű. 40-valahány éve vagyok a pályán, de van, akiről könnyű beszélni, és van, akiről nem annyira könnyű. És Pilinszky az utóbbiak közé tartozik. Hihetetlenül nagy hatással volt például az én nemzedékemre, és hadd elevenítsem fel egy élményemet. A 70-es évek elején voltam én Pannonhalmán bencés gimnazista, és az atyák, és ezért áldom őket, amíg élek, elhozták Pilinszky Jánost hozzánk egy ilyen beszélgetésre, nem volt az ilyen formális író-olvasó találkozó, és amikor kijöttünk mi fiúk, akik azért föl voltunk akkor már vértezve irodalommal és más emberilommal, akkor egymásra néztünk, és azt mondtuk, hogy nem értettük, de nagyon jó, hogy volt. Szóval, annak ellenére, hogy enigmatikus költészet Pilinszky Jánosé, annak ellenére, hogy mint költői életmű nem terjedelmes, minek köszönheti azt a tulajdonképpen elsöprő hatását, hogy még a késő kádárizmus is Kossuth-díjjal ismert el? A népszerűsége az azt hiszem, hogy a költői alapállásában keresendő. Tehát ő egyszerűen rendszeren kívül volt, nem szembenálló volt, nem volt köze bizonyos értelemben a fennálló politikai körülményekhez. Annak ellenére, hogy nagyon is tisztában volt azzal, hogy hol él. Ugye ő áldozata is volt természetesen ennek a rendszernek, hiszen hosszú-hosszú évekig nem publikálhatott. De ha most ezt visszacsatoljuk az ő költői alapállásához, ott is azt figyelhetjük meg, hogy ő az emberi létezést az alapvetően nem a történelmi keretek között vizsgálja, ugye az úgynevezett fő témáját, ami miatt leginkább elfogadta nagyon-nagyon lassan a rendszer, az a lágerélmény volt, amire rá lehetett fogni, hogy antifasiszta költészet. Igen. És az ideológiai passzítható volt az akkori irodalompolitikához. Holott elég nyilvánvaló, hogy mondjuk a gulágokról nem volt semmivel sem jobb véleménye, mint a koncentrációs tábor. Így van. És ugye a lágert sem az adott történelmi szituációban, hanem a kereszt felől vizsgálja a keresztbotrányaként. Tehát az, hogy a passió az hogyan érvényes, hogyan van jelen a hétköznapokban. Talán ez volt az egyik olyan momentum, aminek a népszerűségét köszönheti. Tehát egy olyan világban beszél hitről, bűnről, vallásról, és egy olyan kontextusban, amely teljes mértékben rendszeridegen volt, és egy olyan nézőpontot kínált föl, amely viszont a mindenkori, tehát az akkori jelen valóságot is egy más szemszögből tudta megvilágítani. Arról már nekem nincs annyira képem, és talán tanár úrnak nagyobb képe, vagy szélesebb áttekintése van arról, hogy vajon ugyanúgy, ahogy minket annak idején tulajdonképpen kiskamaszokat megérintett, ha értettük, ha nem értettük, de éreztük a Pilinszky versek hatását, azt, hogy a lelkünknek mely húrjait pendíti meg, tart ez a hatás? Ma is van, hát azt nem gondolom, hogy kisgimnazisták tömegei bújják Pilinszkynek a verses köteteit, de nem is ez a lényeg. Az a lényeg, hogy mindig legyen elegendő számú, aki önmagában, a szívében, a lelkében hordozza tovább ezt a fajta költészetet. Van? Én azt gondolom, hogy van. Tehát én elég sok kortárs íróval, költővel is dolgoztam, illetve van, akikkel most is, kivételnél mindenki, tehát egy ismeri, alaposan ismeri, és nagy hatással volt rá. Tehát mondjuk Kertész Imre őt tartotta a legjelentősebb magyar költőnek, és a kortársak közül, tehát az ő kortársai közül is ő volt számára a legfontosabb, de mondjuk a fiatalabb nemzedéknél, talán Győrfi Ákosnál egyértelmű szerintem ez a hatás, ami nem egy epigonizmus, mert a saját életében ugye rengeteg epigonja is volt a Pilinszkynek, és akkor menekült előlük, mert rengeteg rajongója, akik ostromolták. Most ez nem ennyire látványos.
A példányszámok tekintetében azt tudom, hogy a versek most is magas példányban jelennek meg. És mindig nem nagy példányban fogy, de folyamatosan. Az egy más kérdés, hogy mondjuk a verseny kívül az egyéb műveire kevesebb fény jut, vagy figyelem jut, de hát ez mindig is így volt, azt hiszem. A darabjai, és bevallom őszintén, hogy nem olvastam, a beszélgetések serjős láthatnál azt olvastam, de a darabokat, a színműveket nem. A darabjai előadhatóak, vagy előadhatóak lennének, és elképzelhető ilyen szándék vajon? Hát én szerintem igen. Ugye őt elsősorban Grotowski és mindenek előtt Robert Wilson színháza érintette meg. Ez a két rendező óriás, vagy színház csináló ember, színház teremtő embernek a hatása, az a magyar színház életben, hát finoman szólva is elenyésző. Tehát, hogyha lenne olyan rendező, akkor nagyon is színpadra állíthatóak lennének. Ő rengeteget foglalkozott ugye a színművekkel, igazából ezeket a Már Gyula, Törőcsik Mari férje, aki ugye egy közeli jó barátja volt mindkettőjük Pirinszkinek, ő tette erre kísérleteket, és szerintem nem sikertelenül. Vagy például a Kovács Mártonnak volt néhány éve egy zenés, egy operai jellegű feldolgozása, ami szerintem nagyon jó volt. Ő pedig Pirinszki rokon, tehát ő is érintve van, közelről ismeri Pirinszkit. Tehát egy hosszú-hosszú foglalkozás után szerintem nagyon is bemutathatóak lennének ezek. Elköteleződés kéne, alázat és sok munka. Sokan és sokat morfondírozunk Pirinszkinek a költészetén olyan tekintetben, hogy most akkor ez szakrális költészet, katolikus költészet, holott elég egyszerűen megválaszolta ő ezt a dolgot, azt mondta, hogy költő vagyok és katolikus, és tulajdonképpen sok mindent megmagyaráz, de ugyanakkor meg értekezik az úgynevezett evangéliumi esztétikáról, amiről tanárulat igazgatórat kérdezem, hogy ennek tulajdonképpen mi is a lényege, előre bocsátva azt, hogy a Krisztusba vetett hit, a krisztusi örömhírbe vetett hit, annak ellenére, hogy Pirinszki fejezi ki talán a legmélyebben a 20. század borzalmát, az elviselhetetlenségét, a benne élő emberekben uralkodó félelmet, magányt, szorongást, kiszolgáltatottságot. Mégis az örömhír, mégis az Jézusi evangélium, az Pirinszki maga, tehát az ő személyiségének a meghatározója. Így van, hogy az imitáció Kriszti az a költészetének, vagy azt hiszem az aszpolitikájának egyfajta mottója is lehetne. Ugye valóban mindig hangsúlyozta, hogy költő vagyok és katolikus. Ezzel azt akarta, azt hiszem, hangsúlyozni, hogy itt nem a tematika határozza meg, hogy ki vallásos és ki nem vallásos. Tehát nem tantételeket akar hirdetni vagy megverselni, nem prédikációt akar, hanem megszólítani szeretne. Tehát nem hirdetni, hanem minél közelebb férkőzni az esendőséghez, a bűnhöz és a bűnöshöz. Ez viszont szorosan kapcsolódik a felebaráti szeretet problematikájához, illetve a bibliai irgalmas szamaritánus történetéhez, mely számára kulcsfontosságú volt, és amikor például, ha már az örömhírt említi, számára a legfontosabb minta az az utolsó vacsora és a keresztre feszítés. Az utolsó vacsoránál azt vizsgálja, de költőként is, hogy a háromféle idő, a jelen, múlt, jövő, amely már a profécia, az eljövendőlés ideje, hogy hogyan vonható össze is a kenyértörésben, illetve a szentmisében, az ostya felmutatásánál. Ez a három idő egyszerre van jelen, és számára azért is fontos ennek a három időnek az összesűrítése, hogy ennek révén látja költőként megvalósíthatónak azt, hogy a szakrális és a profán, a megváltatlan és a megváltható, az hogyan kapcsolható ismét össze. Tehát bármennyire is valóban a mélypontra visznek ezek a művek, a legismertebb versei például, többször használja, mélypont ünnepélye van is ilyen verse. Tehát
és hogy jobban megvilágítsam, vagy közérthetőbbé tegyem, Hölderlinnek egy mondását gyakran idézte, hogy ahol a legnagyobb a szorongattatás, ott közel a szabadító. Tehát a bűnök magunkra vétele nélkül nincs megváltás. Tehát nem úszható meg a szenvedés, a szembesülés, az önvizsgálat, és ha azon túl vagyunk, akkor valóban már a derűhöz juthatunk el. Mindig is mondta, hogy mindenek ellenére a derű pártjánál. Hogy például magánemberként nagyon jó humora volt. Igen. Igen, ezt tapasztaltuk meg, hogy ott abban az ominózus talán 1971-72-es találkozóban, hogy egészen mély dolgokról beszélt, már úgy kezdtük el veszíteni a fonalat, és akkor mondott valamit, ami viszont elkezdtünk nevetni mindannyian. Ez pontosan így van. A kortársakra, illetőleg a költő utódokra gyakorolt hatásról azért hadd kérdezzem még tanár urat. Ez a hatás, ez nagyon helyesen és nagyon jó az, hogy megerősít igazgató úr abban, hogy nem epigonizmus formájában nyilvánul meg, de alig-alig tudnék olyan kortárs költőt mondani, akinél az ember nem véli tetten érni itt-ott, amott a Pilinszky hatást. Igen, és... jó értelemben véletlen. Igen, igen. Itt nem mondjuk a hit, vagy nem a közvetlen motivumok átvételéről van szó, hanem például ugye ő az elesettek, a társadalom perifériára szorultak helyzetét, tehát olyan dolgokat behozni a világ közepébe, vagy a világ szívébe, amelyekre más nem figyel, vagy... És akkor megint a krisztusi szeretetnél vagyunk. Igen, igen. De ez az esetlegesség, a véletlenszerűség, az azért a kortárs költészetben, vagy prózában eléggé hangsúlyos. Igen. Én azt gondolom. Igen. És hogy ezt hogy lehet komolyan venni, tehát ezeket a, mondta, hogy a század, tehát az ütések, kopások a század betűi ma, hogy ezekhez kell közelebb férkőznünk. Tehát az elesettség, és én azt gondolom, hogy a részvét által nagyon is kortársunk tud lenni. Igen, hát itt tulajdonképpen ugyanarról van szó, mint amikor Kosztolányi azt mondja a számadásban, ugye, hogy szemedben éles fény legyen a részvét. Ez az a fajta részvét, ami azt jelenti, hogy egyetlen észreveszem, hogy valaki szenved, hogy valaki nehéz helyzetben van, nélkülöz, mélyen van, és ez egyáltalán nem csak a materiális dolgokra érvényes egyébként, és mellé állok, akár csak egy gesztussal, egy mosolyjal, egy köszönéssel, és így tovább, és így tovább, és ez az egyébként, ami a 20. századból, és most már mondhatjuk így az ötöde elteltével, hogy a 21-ből is nagyon hiányzik. Igen. Hát igen, ez egy nagyon szakszerűs kimerítő válasz volt, egyetértünk. Hát igen, csak azért az ember belegondol, és ilyen nagyon vulgárisan gondol bele, hogy egyfelől minden meg van írva, minden meg van írva a Szentírástól kezdve az értékes papírra vetett betűk sokaságában, és az ember, egyes ember talán igen, de az ember, mint sokaság, mint emberiség, nem nagyon tanul a költőktől, pedig sok mindent meg lehetne tanulni. Sok mindent lehetne folytatni azután is, hogy betettük a könyvet. Hát igen, itt az a fő nehézség, hogy hogyan juttassuk el ezeket az üzeneteket, hogyan ismertessük meg a fiatalokkal elsősorban természetesen. És lesz egy Pilinszky emlékév, amiben több programot fogunk szervezni. Ugye 100 éve született, és 40 éve halt meg. Így van. Próbálunk olyan szempontokat bemutatni, amelyek megszólíthatják azokat, akik kevésbé ismerik, vagy kevésbé fogékonyak a költészetre, tehát nem didaktikus módon, illetve hogy a diákoknak is, hogy a mobiltelefonjukkal csináljanak filmeket. Itt az a lényeg, hogy olvassák, tehát valahogy eljuttatni. Azt tudjuk, hogy egyre kevesebben olvasnak, illetve a könyv mellett mennyi más média felület van, és a gyors fogyasztásra van már mindenki berendezkedve. Hát amiben nagyon aktuális Pilinszky, hogy a figyelem iskolájáról beszél, hogy tanuljunk meg újra figyelni, észrevenni dolgokat,
Ehhez szintén egyébként az ő esetében a hitről van szó, a részvétről, hogy mi magunk mennyire vagyunk alkalmasak egyáltalán figyelni, és a mai világban pont a figyelmünket, a koncentrációs készségünket bombázzák leginkább. Úgyhogy ez egy nehéz kihívás, de hát reménykedjünk, nem reménytelen. Nem reménytelen, mert azt a levegőtlen prést, hogy megint csak ugye Pirinszki szavával éljünk, azt a levegőtlen prést, amit a 20. század emberét is nyomorgatta, azt a 21. század embere is érzi. És én továbbra is úgy érzem, talán elfogultan a magam példájából, hogy kamaszkorban meg lehet fogni, meg tudja fogni Pirinszki a lelkeket, mert enigmatikusan, nagyon sűrítve, de nagyon pontosan eltalált szavakkal és képekkel tudja azt megfogalmazni, ami ezeknek a fiataloknak is fáj, akkor is, hogyha egyébként nyeglék és nem tudom én, sokszor haszontalan. Szerintem itt a magány lehet talán a kulcsszó. Tehát valóban ez a kamaszkor egy olyan pszichológiai pillanat, ahol meg tudja érinteni őket Pirinszki, mert ő maga is rengeteget foglalkozott a magánnyal, de szintén megemelve, tehát aki magányos, az bűnös. Ő is magányos volt, vagy annak érezte sokáig magát, tehát ez is egy önvizsgálattal párosult, és akkor például szembe helyezi van az egyén magánya, vagy az egzisztenciális magány, de mondjuk egy szent is magányos. Tehát, hogy a magányunkkal mit kezdő, az egy fontos kérdés nála. Most behozom ennek a magány szituációnak az általa használt, költészetében használt fogalmát, ez a senki földje. Hogy ott van magára hagyva ugye az ember, reménytelen helyzetben, de pont a napló jegyzeteiből derül ki, hogy a senki földje az a pozíció, amikor lehetőség nyílik az Istennel való kapcsolat felvételére. És megint, amire utaltam, ez a mélypont ünnepélye, hogy átváltható, csak egyszer a mélyére kell venni. De aki olvassa mondjuk a publicisztikáját, ami sokkal közérthetőbb nyelven van megfogalmazva, az szerintem olyan, mint egy naplót vagy egy Jónást olvasnánk, úgyhogy valójában az is fontos lenne, hogy volt is olyan ötletem, hogy a prózai szövegeiből össze lehetne állítani egy fiktív naplót cím nélkül, tehát ez nem egy antológia lenne, hanem ahogy a témák jönnek és variálódnak, az egy olyan könyv lehetne, amelyet ő mindig is hiányolt a magyar irodalomból. Dosztojevszkit hozta fel, vagy a Kierkegaardot, vagy a Szent Ágoston, tehát egy nagy bűnös vallomása. Ez volt azt hiszem a Dosztojevszki utolsó könyvterve. Tehát amikor a vallomást önmaga ellen fordítja, ez nem egy memoárszerű dolog lenne, de nem egy utólagos visszatekintés és mentegetőzés, hanem egy folyamatos önvizsgálat. Szerintem ez például egy olyan kísérlet lehetne, amely nagyon is megszólíthatná a mai, főleg fiatalokat. Introitus. Kinyitja meg a betett könyvet. Kiszegi meg a töretlen időt. Lapozza fel hajnaltól hajnalig emelve és ledöntve lapjait. Az ismeretlen tűzvészébe nyúlni kimerésszel közülünk. S kimerésszel a csukott könyv leveles sűrűjében kimer kutatni. S hogy mer puszta kézzel. És ki nem fél közülünk. Ki ne félne. Midőn szemét az Isten is lehunja, és leborulnak minden angyalok, és elsötétül minden kreatúra. A bárány az, ki nem fél közülünk. Egyedül ő a bárány, kit megöltek. Végig kocog az üvegtengeren és trónra száll. Pirinszki János Introitus című versét a költő előadásában hallották hangfelvételről. Előtte pedig Hafner Zoltán irodalomtörténészt, a Kertész Imre Intézet kutatási igazgatóját a költőről.